Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Hanukka második este van most már. Két gyertyát gyújtatunk. Épp most jöttem a nagy gyertyagyújtásról a nyugati téren, és ma este mindig a Kabbalából szoktunk tanulni, a Zohar című könyvből, amit írta Rabbi Shimon Yochai. Itt érdemes megállni egy gondolatra, ami kapcsolódik a Hanukkához, és egy kabbalisztikus gondolat. A Kabbala maga felteszi a kérdést, miért beszélünk mindig az isteni fényről. Héberül or. Miért az isteni fényről beszélünk? Miért az isteni sugárzás, az isteni energia, az isteni megnyilvánulás az egy isteni fény? Miért nem használunk egy másik hasonlót? Tehát az biztos, hogy ez nem egy fizikai fény, akkor miért fényként mondjuk ezt, és miért nem valami más máshoz hasonlítjuk össze. És ugye ezt mondom, hogy ez a fény ünnepe, akkor a fénnel kell foglalkozni. Erre az a válasz van, hogy a fény az a teremtett világban, azt jelenti, ebben a világban, a teremtett világban egy olyan dolog, amiben a legspirituálisabb. Ugye, ami jellemző erre a világra, a teremtett világra, az, hogy minden dolognak van az hely és idő meghatározott dolog. Ekkor így nézett ki, ekkor itt volt, később ott volt, később szétszették, más lett belőle. Minden dolog elfoglal helyet, egy idő és tér, az, ami jellemző minden egyes dologra. Ezért van az, hogy mivel teret, helyet foglal el, ezért ami itt van, ami most, mennyi az idő most, 19 óra 10-kor itt van, akkor az nem lehet ott, mert az egy másik tér, ez egy másik hely. Kárt lehet okozni a tárgynak, meg lehet fogni a tárgyat, lehet ráépíteni, lehet szétszedni. Ez minden tárgy, minden létező dolog a világban az ilyen. Mert ez a világ, az egy fizikai világ, és fizikai mértékekkel dolgozunk. Egy dolog, ami van ebben a világban, ami szellemi és nem fizikai, az a fény. A fény az mondjuk a napfénye egyszerre egész várost, az egész országot képes rá világítani. A fényt nem lehet megfogni. Létezik, lehet látni a fénynek a hatása, az orr. A fénynek a hatását lehet látni, érezni, élvezni, de megfogni nem lehet. Miért nem lehet megfogni? Mert egy fizikai kézzel, fizikai eszközökkel nem lehet megfogni egy olyasmi, ami nem fizikai. És a fény nem fizikai. És itt beszélünk például napfényről. Napfény az olyan valamiből jön, olyan valamiből árad, a napból, ami egy fizikai dolog. De mégis a fény, ami onnan jön ki, az nem, az, az, az,
az nem fizikai. Ezért, amikor keresünk olyasmi, hogy tudjunk valamihez összehasonlítani az isteni megnyilvánulás, akkor azt mondjuk, az isteni fény jön a világban. Mert az a legspirituálisabb dolog, ami létezik a világban. Épp ugye most volt, ahogy említettem, onnan jöttem, a nyugati téről jöttem, és akkor épp említettem, hogy pont azért, mert a fény az egy spirituális dolog, ezért a fényt nem lehet, a fénynek egy bizonyos részét nem lehet elpusztítani, nem lehet tönkretenni, és ez az a spirituális fény, ami van a lelkünkben is. És épp erről beszéltem, hogy Hanukkakkal kell gyertyát gyújtani, minden este egyel több, ma este már kettő, ugyanakkor a lelkünkben is kell a gyertyát meggyújtani. Nem annyira a gyertyára a hangsúly, hanem a lelkünkben kell a fényt meggyújtani. A lelkünk legyen a fénynek a forrása. És itt beszélünk már spirituálisan, a fénynek a forrása, mert a lelkünkben mindig van az idézőjel az olaj az a hitünk, és az Isten létezése mindig a lelkünkben van. A lelki szemünkkel lehet, hát idézőjelben látni az Isten. A lelki fényt nem lehet elnyomni. Ez a Hanukkának a csodájának a lényege. Ez a Hanukka csodának a lényege, hogy mi volt a Hanukkának, mi a Hanukkának az ünnepenek a lényege. És itt van egy kérdés, ami a Shulchan Aruchnak a kommentátorja, a Levush, Rabbi Mordechai Jaffa felteszi a kérdést. Azt mondja, miért van az, hogy Hanukkákor nincs szóda, nincs étkezés. Nézzük meg a másik post-biblikus ünnep a Púrimkor, olyan lakoma van, olyan szóda van, hogy még Adelaja, de még nem, mert nem tud különbséget tenni Háman és Mordechai között. Hanukkákor nincs fény, nincs szóda. És erre azt mondja, a Hanukka az tényleg egy spirituális ünnep. Hanukka az egy spirituális ünnep, ott a fényt ünnepeljük. Ez spirituális, de semmi köze nincs a fizikai étkezéshez. Semmi köze nincs a fizikai étkezéshez. Ez a Hanukkának a lényege. Tényleg a fény. A fény a menórában, és a fény a lelkünkben, és a mi feladatunk az, hogy a lelkünk úgy égjen, hogy áradjon, sugárzon belőle a fény. Ami azt jelenti, hogy ha az én lelkemben van fény, akkor ennek hatására, ennek a következménye az kell legyen, hogy ez a fény terjedjen, és a másik embernek a lelkében is égjen a fény. És ő is legyen a fénynek a forrása. És itt beszélünk spirituális fényről. Ez a mi feladatunk. Ez a lényege a Hanukkának. De erre jön egy másik nagy kérdés. Erre az van írva, hogy amikor győztek a szírgörögök fölött, bementek a szentélyben, és nem találtak olajat, csak olyan olaj, csak egy olyan koncsó olaj, ami le volt pecsételve, ezt mondja a Talmud, ami le volt pecsételve a főpap pecsétjével. És akkor tudtak, hogy ehhez senki nem nyúlt, és ezt tudtak használni. Erre a kommentátorok foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy milyen dolog ez? Miért volt a olaj
ami le volt pecsételve a főpap pecsétjével. Mióta foglalkozik a főpap olajgyártással? Mióta van ő az, aki lepecsételje az olajat? És ez egy nagyon-nagyon nagyon nagy kérdés, és sok kommentátor foglalkozik ezzel, és keresi ennek a megoldását, hogy miért van itt a főpapnak a pecsétje. Lényegében a főpapnak a pecsétje, mint a főpap adna a herset az olajra. Ez nem a főpapnak a feladata. Valójában a főpapnak nincs is kötelező feladata a szentében, Jom Kippurra engesztelés napon kívül. Miért van itt a főpap, miért van itt olyan olaj, ami le van pecsételve a főpap pecsétjével? Most a halachikus kérdés, azt hagyjuk most. De a Kabbala erre azt mondja, a le van pecsételve a főpap pecsétjével, ez azt jelenti, a hit megmaradt. A szír görögöknek sikerült megszentségteleníteni mindent. A szír görögök lényegében ők a spiritualitást akartak törölni a zsidóságból. Sehol nincs írva, hogy a zsidó népnek a fizikai megsemmisítését keresték. Nem is az összes törvény ellen. Nem is az összes micve ellen harcoltak. Bizonyos micvákat. Ők olyan micvákat válogattak ki, ami szerintük ez itt a hangsúly a spiritualitásra. Fizikai micvákra arra nem tették semmiféle dekrétumokat. Azt nem akartak megszüntetni. Ők azt mondták, ó, mindenkinek kell, hogy legyen valami kultúra, valami hagyomány, valami folklór, semmi probléma nincs. Csak ne legyen benne a fény, ne legyen benne a hit. Azt mondták, hogy semmi probléma, az ember csinálja ezt a micvát, azt a micvát, mert ez a zsidó kultúra, ez a zsidó folklór. És sikerült megszentségteleníteni sok mindent. Azt jelenti, hogy eltávolították minél többet a szentséget. Ez egy bizonyos micvák ellen harcoltak. Körülmetélés ellen, a szombat ellen. Szóval ők a bizonyos, ők harcolt olyasmi, amire jellemző, ami kapcsolódik a hithez. Erre azt mondja a Talmud, amikor bementek, visszafoglalták a szentét, és kerestek, azt mondja, hogy borzasztó nagy hatása, nagyon erős hatása volt a szírgöregeknek a zsidókra. Most ugye azt szoktam mondani, hogy az ember a saját jairól nem mondja rosszat. De hát az imakönyvben az van benne, hogy a hasmonósak azok kevésen voltak. Most a kevések, az nem azt jelenti, kevesek az ellenséggel szemben. Kevesek a zsidó népen belül is voltak kevesek. Mert ez a szírgörögeknek a kultúra annak az olyan erősen terjedt még a zsidó között is. Mivel ők nem a zsidó népnek a megszűnését próbáltak. Ők csak a fény ellen. Ők csak a fény a hit ellen. Csak a fény. Semmi mással nem volt problémájuk, csak a fényen. És ezért mondja a Talmud, amikor visszajöttek a szentélyben, amikor visszajöttek a szentélyben, akkor mi voltak? Kerestek, mi az? Mivel lehet újraindítani a szentét? Az Istennek a házat, mivel lehet újraindítani? Erre találtak az olajat. Az olaj az, ami a
fénynek a forrása. Azt mondja, hol van nekünk, mivel tudunk újra indítani a fényt. Erre megtaláltak olyan koncsó olaj, ami le volt pecsételve a főpap pecsétjével. Ami azt jelenti, hogy volt, van egy olyan szint a zsidó lélekben, ami a főpap lepecsételte. Azt jelenti, a legmagasabb szint lepecsételi, hogy azt ahhoz nem lehet nyúlni. Akármilyen a légkör körülöttünk, a lelkünkben a főpap pecsétje megőrzi a hitünket. Mivel megtaláltak azt, ami a lelkünkben a főpapnak a pecsétje rajta volt, azt mondta, ha megvan a hit, akkor itt fény lesz. Meg lehet gyújtani. Mert ez az, ami a lényege. Ha megvan a hit, akkor újra lehet inni. Szintén lehet az, hogy az embernek a cselekedetei nem tökéletesek. A görög kultúra hatott rájuk. Hatott az emberre, és nem úgy viselkedik. Még nem csak a cselekedetek, hanem még még a felfogása mindenről. De mind ezek után, ha a főpapnak a pecsétje még őrzi azt a kis mennyiséget, az az olaj, akkor a fény megvan. Akkor van a fény, van forrása, tiszta forrása a fénynek, újra lehet meggyújtani. Hogy lehet újra meggyújtani? Milyen jellegű gyújtás lesz itt? Egy 8 napos gyújtás. Mert a 8 szimbolizálja a természet fölötti. Mert az, ami le van pecsételve, a főpap pecsétjével, az olyan erős, az a hit olyan erős a természet fölötti. Ott az ember képes feláldozni a magát. Ott az ember képes feláldozni a magát. És ezért azzal az olajon, természet fölött ilyen tudtak meggyújtani a gyertyák. Idő fölött. Egy napból lett 8 nap. Miért? Mert ez nem, az nem a természetben van. A természetben már rég tisztátalan lett minden. A természeti szinten a görög kultúra nagyon erősen hatott. Erre azt mondjuk, megtaláltak azt, amire a görög kultúra nem is képes hatni. Az, amire a görög kultúra nem képes hatni. Azzal meg lehet gyújtani idő fölött. Ahogy mondtam, a fizikai világban az hely is időhez kapcsolódik. De ha beszélünk olyasmi, amire van a főpapnak a pecsétje, a hit, az olyan erős és olyan magas szinten van, hogy az egy 8 napos, simán elmegy 8 napra, mert az idő fölött van. Ez nem a természet. Ha a természetet nézünk, akkor rég a görög kultúra győzött. De a kevesek, a hasmenősök kevesek voltak, gyengék voltak. Ezért, ha a természetet nézünk, akkor itt el van veszve a görög kultúra győzet. De ezek megtaláltak az a kis koncsó, ami a főpap pecsétjével le van pecsételve. És akkor nincs probléma, kevesen, nincs fegyverük, de megvan a hitük. Ha megvan a hitük, olyan, mi képes természet fölött haladni, akkor a dolog biztosítva van. 8 nap után visszamentek a természetbe, mert a helyzet stabilizálódott. Nem volt szükség továbbra is természet fölötti olajra. A természet fölötti olajra arra volt, hogy újra induljon. Tiszta olaj, tiszta forrás alapján induljon. Utána, ha már elindult, akkor vissza lehet állni a természetben, és a nagy dolog az,
hogy a természetben is, amikor stabilizálódott a dolog, akkor is kell, hogy a fény, a természet fölötti részünkkel is Isten szolgálni. Azt szoktak mondani, hogy ez a Talmud utáni irodalom, a Talmud alapján szó van arról, van kétfajta kísértés az embernek. Van a kísértés, niszoljon, ha annyi, a szegénységnek a kísértése. Hogy olyan szegény az ember képes lesz-e ragaszkodni, az értékei és a vallásához, a hagyományai az ilyen szegény körülmények között. Az a niszoljon, ha annyi, az a annyi a szegénységnek a próbája. És utána van is olyan, ha Aisher, a gazdagságnak a próbája. És a kérdés, hogy melyik próba rosszabb? Melyik próba nagyobb, nehézebb? Az elfogadott vélemény az, hogy mi olyan, ha Aisher, a gazdagságnak a próbája, az nehézebb, mint a szegénységnek a próbája. Miért? Mert amikor el van nyomva az ember, akkor a lélek nagyon erős. Van egy nagyon szép mondása a Zohárnak. Ugye most Zohár óra vagyunk. A Zohár azt mondja, ha a test, vagy a testiség gyenge, akkor ez fogja kihozni az léleknek az erőssége. Ha a lélek gyenge, akkor ez fogja kihozni a testnek az erőssége. Ami azt jelenti, amikor a test el van nyomva, akkor a lélek nagyon-nagyon erősen jelenik meg. A probléma ott van, amikor nincs elnyomva. Amikor kényelmesen, jól éli az életet, jól megy neki. És ekkor kell elérni azt, hogy a lélek, a hit, a fény legyen erős. Az, ami le van pecsételve a főpapnak a pecsétjére, az nem könnyű. Erre szoktak mondani a példát, hogy van egy oliva, vagy egy oliva bogyó, vagy a szőlő, mikor adja ki a finom bort és a finom olajat, ha préselik, akkor kiadja. Ha nem préselik, minden olyan sejem kesztyűvel kezelik, akkor nem jön ki az olaj vagy a bor. Ezért van az írva, hogy a szegénységnek a próbája az nem olyan erős, mint a gazdagságnak a próbája, amikor nincs prés. Az embernek éreznie kell, hogy mégis az isteni parancsolat legyen az a prés, ami ki fogja hozni belőle a finom bort. Itt a Hanuka miatt egy kicsit rövidebb lesz a mai óra. Holnap Debrecenben leszek. És ezért akkor itt a holnapi óra elmarad. De szerdán újra itt leszek. Isten segítségével 7 óra. És akkor kérdezd a rabit, fogunk megtartani szerdán. Csütörtökön pedig általában a heti szakasz szokott lenni, vagy a heti szakasz vagy egy ünnepi téma, és a csütörtöki téma az Hanuka, harc a Tóra szentségéért. Ez lesz csütörtökön. Szóval még egyszer mondom,
holnapi napon nem leszek, mert van egy hagynyírási ünnepség a Fégin rabinak, kis ünnepség lesz, egy családi ünnepség, de mindenképpen hívhat, hogy jöjjünk le, de szerdán újra itt leszünk. Nem tudom, hogy van-e kérdés, amire... Péter azt írja, a ma részecske fizikai modell szerint az anyag is hasonlóan spirituális természetű, csak mélyebbre kell nézni. Hát az biztos, hogy végső soron a minden dolognak a létezése az az isteni szikra, ami élteti. Ezért az ember néz mélyen, akkor természetesen az egész fizikai világ mögött mit látjuk, az isteni éltető erő. Ez a mi feladatunk, hogy a lelki erővel, az a kis olajjal, ami le van pecsételve a főpap pecsétjével, azzal fedezzük fel a fény, az isteni éltető erő, a szikrák, ami vannak a világban. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek boldog Hanukkát kívánok, és még egyszer holnap nem lesz óra, de szerdán újra itt leszünk. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, és boldog Hanukkát kívánok mindenkinek.